áll így a kutya, és egyszer csak úgy elkezd így sprintelni felém a kutya, így idegből, ilyen csaholva, ilyen, mint egy őrült. Hát gyerekek, ilyet nem láttam itt. Na, hali papi, mami. Hát nem van jó idő, ez biztos. Basszus. Voltam ma kesztyűt venni, csak hogy így, egy huszárvágással így hali papi, mami után egyből bele a történetbe. Voltam a kesztyűt vásárolni, gyorsan ezt elmesem, mert két témám is van, amiről akarok beszélni, de az egyik, illetve nem két témám, egy témám van, de ez gyorsan az elmesem. És hát kinéztem az útvonalat, így a Google-ba, így a térképen, mit tudom én. És akkor ugye hát biciklivel megyek, mert eltetettem ezt a kesztyűt, mert nem volt rendelésem, ez egy ilyen nagyon új kesztyű, egyébként aki szemfüles, ez már láthatta is, hogy ugye volt róla videó, ilyen unboxing, csak gyorsan fel kell tennem, mert egy darab unboxing nem volt még eddig erről a kesztyűről, mondom, akkor legyen az enyém az első. És szépen kinéztem a Google Map-en az útvonalat, hogy jutok el a Safari Sportba, meg stb. És ugye mutatta a Google térképet, beállítottam, hogy akkor menjünk gyalog, és egy jó fél utat így legalább levágott, hogy át kell menni a sineken. Hát mondom, na hát ez milyen szuper, majd valahogy átcipelem ott a bringát, gondoltam én. Jó. De hát azért úgy képzeljétek el, hogy ez a rész, amit ott úgy levágott, azért ott ugye már a Google Map oda nem tudott bezoomolni, meg nem is tudta megmondani, nincs is utca, csak mutatta, hogy azért ott valami ösvény elvileg a műholdas felvételen azért látszik, hogy ott, tehát hogy jelzi, hogy valami vékony út, ott én állítok át tudok ott szaladni, de hát azért jó hosszú útnak tűnik az a rész ott így a térképen a teljes útvonalhoz képest is. Na, hát mindegy, el is indultam. Megtaláltam ezt a mini ösvényt, ahogy majd jól levágom. Már ott gyanús volt, hogy le volt zárva a vonatsín ott végig. Tehát, hogy nem járható út egyáltalán. Hát, na mondom, akkor rosszalkodok egy kicsit. Én most ott átbújok alatt, és akkor szépen eltoltam ott a biciklit is oldalt, ott átbújtam, ott szerencsétlenkedtem. Akkor kijutottam egy ilyen nagy, ilyen pusztába. Hát ott már full tehetetlenül álltam, hogy mondom, na most itt hol, de hát mondom, most nem fordulok vissza, majd csak valahogy megtalálom. Na, elkezdtem tolni a biciklit, tiszta sár volt minden, meg homok. Ilyen igaz, ilyen kavicsbánya-szerű helyre jutottam, toltam a bringet, hát mondom, itt már gebasz lesz. És akkor egyre jobban ilyen nagyon gusztustalan, ilyen szemétdombos helyekre jutottam el, ahol tudjátok, így a ruhák is fel vannak már halmozva, meg minden, így úristen, mondom, hol vagyok. És akkor ilyen csöves tanyához is eljutottam, ami keresztül vezetett az út. És akkor hát egy ilyen ószer ott egy baltával így éppen hegyezett valami kis rönköt, és egy kislány is ott volt. Ha megálltam, mondom, most ne állítsa bele a hátamba a baltát, tehát így hirtelen, hogy valaki erre, hogy szerintem ott nem járt már ember ilyen 10-20 éve. És akkor mondom, megpróbálok illedelmes lenni, hát mondom, jó napot, mondom, átmertek itt, vagy mondom, nagyon ki van építve itt, hát biztos ismeritek ezt a csöves lakot, hogy így lapokból, meg minden szemétből össze van rakva, ilyen igaz, ilyen putri. És akkor normális volt a bácsi, így mondta, hogy izé, hogy jaj, hogy hát erre ne menjek, mert itt már vége van az útnak, ott csak egy szakadék van, de hogy nem mondom, hogy a francba tudok akkor körbe menni, vagy mit tudok menni. Mondta, hogy hát menjek le, és akkor majd a vonat mentén ott menjek, ott végig, ott a sineknél, úgy pff, hát a finge nem volt, hogy mit akar, meg már igazából akkor nekem se. Na jó, hát, no, akkor lemegyek. És akkor megyek már ott a sinek mellett, hát úgy körülbelül volt gondolatom, hogy valószínűleg arra, hogy elmegyek, ott láttam, hogy emlékeztem a térképen, hogy valami ilyen tripla sines megoldáson kéne áthaladnom, amit elméletileg már nem is használ semmit, tehát valami elhagyatott dolog. Na hát megyek, és biztos ismeritek ezt a vonatot, ezeket a hiper-szuper vonatokat, amik már nagyon halkak. És basszus, úgy jött mögöttem az a kurva vonat, hogy rendesen nem vettem észre. És akkor állt rám dudált, hogy én azt hittem, hogy beszarok. Hát én úgy megijedtem, hogy szerintem a biciklit hiába nem tudom hány kiló, én azt így feldobtam az meg az izébe, az égbe. És hát ugye
persze nem álltam bele, tehát nem ütött volna meg semmit, tehát a sinek mentén ugye nem ütött volna el amúgy sem, mert tegyek, sokkal beljebb álltam, de hát olyat rám dudált, hogy én, mondom, én újjászülettem háromszor. Jó, mindegy, mondom, most már ez van. Hát áttoltam ott a súsnyáson, meg már ilyen derékig érő bokorba mentem, ott ilyen kalandos út. Hát mondom, most már találok valami utat, aztán hívok valami telefonos segítséget, mert hogy egyszerűen én fura eltévedtem, akkor vettem észre, hogy már fogalmam nincs, hol vagyok. Na és akkor kértem egy ilyen placra, de kár, hogy nem volt nálam az esély. Egyébként pont azon gondolkodtam végig, hogy viszem magammal, de hát mondom, most mi a szarnak, hát elmegyek, jövök, most mit. Na és akkor elérkeztem egy ilyen placra, és egy ilyen hosszú, ilyen széles útszakasz érkezett, ami össze-vissza volt törve már így, hát ugye nem járt ott már szerintem 10 000 éve senki, és oldalt azért megint a szemét, meg mit tudom, tényleg ilyen undorító hely. Nem mondom, nagyjából itt már kezd ilyen élet lenni, láttam arra, hogy már van egy kertes ház, vagy valami, ott mondom, arra megyek, hát valahol csak kijutok valahova. Megyek, megyek, mi van az meg, ott áll egy kurva nagy kutya, és ugat, mint az állat. De már akkor rögtön lefékeztem, megálltam, ott áll a kutya. De körülbelül azt mondom nektek, hogy ilyen, mit tudom, 5-600 méterre. Így látom, hogy az útnak a végén, hát mondom, ott áll középen, elállja az utat. Hát mondom, akkor várok egy picit, leszálltam a bicikliről. Illetve nem szálltam le, hanem csak úgy ugye a nyerekből, tehát megálltam, és akkor a vázlatot fogtam. Hát mondom, hogy csak elmegy a kutya, az ugat észrevett engem. Na jó, elmondom, kikerülöm, bemegyek így, akkor lehet, hogy az erdőbe, és akkor úgy valahogy elmegyek, mert szerintem arra kéne menni. De hát jobb oldalt kerítés, bal oldalt az erdő, és ott az út közepén a kurva nagy ilyen dog, ilyen ugat. Na, mondom, jó van. Csak elmegy. Egyszer csak áll így a kutya, és egyszer csak úgy elkezd így sprintelni felém a kutya, így idegből, ilyen csaholva, ilyen, mint egy őrült. Hát gyerekek, ilyet nem láttam. így ez a, de ne, nehogy azt higgyétek, hogy ez a jön a kutyus, nem. Tehát ez az uszítós, amikor a bemutatókon ráuszítanak valakire egy kutyát. Az a kutya, komolyan mondom, hogy ezt a 5-600 métert, ezt úgy lesprintelte, ezt úgy képzeljétek el, hogy annyi időm volt, hogy megfordultam a biciklire, felpattantam, és elkezdtem tekerni, és már ott volt a seggembe. Hát ez a kutya úgy futott, hogy nem érte a lábát a levegő, hogy ő most kinyír. És hát megfogtam, tekertem, mint az állat, hát így engem még kutya így nem kergetett meg, de egyébként meg se támadt így. Jó volt már így, hogy így a kutya így odakap, meg ugye a biciklin is sokat vagyunk, és akkor valakinek a kutya ővöl, meg így elkezd szaladni felé picit, de megáll, de hogy nem így. Hát én ilyet nem éltem meg, hát mint a filmekben, egy ilyen pszichopata, ilyen megveszett kutya, ilyen elmeháborodott módon így meg akar ölni. Na hát, meg voltam, úgy tekertem, mint az állat. Hát úgy voltam vele, hogy nem bírja ezt a tempót valószínűleg tartani a kutya, de mert csak kifullad, mert ez ilyen, mondom, ez a zelkapós pszichopata, amikor te valakire így ezeket a harci kutyákat így ráúszítják, és akkor ez a fog meg, és akkor tényleg kilő a kutya, és így, mit tudom én, 100 métert így lesprintel, mit tudom én, fél másodperc alatt, és el is kapja az, aki ott van, és szétszedi. De hát ugye ez hosszú távon nem tudja így tartani. Hát mondom, majd elfárad, de hát a kutya jött. Hát én nem tudom, mennyit tekertem sprintbe, de már mondom, vége lesz az útnak, és jött ilyen földes, ilyen szar, mondom, ez nagyon kemény, mondom, elkap a kutya, mondom, szerintem ez így szétszed, tehát nem tudok mit csinálni, hát nem tudom lerúgni se, hát. És egy ilyen rohadt nagy kutya volt, azt képzeljétek el. De pont az a fajta kutya volt, valamilyen keverék, ilyen megveszett kutya lehetett, aki pont az a nagy testű, de pont ez a kis nyurgaizmos, nem tudom elmondani, inkább ilyen, mihez hasonlított, milyen, nem is német juhászhoz, annak a, nem tudom, de ismeritek ezt a fajta kutyát, nem tudom milyen fajta volt, de hogy pont az a nagyon jó testalkatú, tehát aki úgy rohant, hogy az egyet én még nem láttam, főleg úgy, hogy így feléd, tehát már rohadt rémisztő volt. Aztán egy idő után szerencsére lekopott a kutya, és megállt, és visszafordult, és
nem bírta tartani a tempót, hát elhihetitek, hogyha akkor lemérik, hogy 100-on így mennyit tekertem, akkor valószínűleg ott is lennének rekordok, biztos vagyok benne. Úgyhogy aztán telefonos segítséggel sikerült valahogy teljesen máshova kijutnom, le volt zárva minden, hát én már nagyon sokáig mentem, de aztán szerencsére kárpótolt az, hogy megkaptam ezt a kesztyűt, meg tudtam vásárolni, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki. Ez a legújabb Everlastnek a kesztyű, Everlast márkának az egyik legújabb ilyen kesztyűje. Ki majd kipróbálom, mert még időm se volt kipróbálni, igazából csak itt egy párat így a pontozóra így rá ütöttem. Na, a másik dolog, hogy egész nap gondolkodtam, hogy így hogy így civilizálódott az ember, hogy elszoktunk mindentől. Hát ez most persze nem illik a kutyás témába, egy teljesen más dolog. Viszont azt, hogy milyen sok marhaságot megiszunk, vagy megeszünk, amit amúgy biztos, hogy nem ennénk meg, vagy nem innánk meg, vagy egyáltalán nem ismernénk megtenni. Nem tudom, kigyilkolna le egy tyúkot, vagy mit tudom én, egy libát, vagy egy mit tudom én, bármilyen állatot, hogy gondolkodtam, hogy én biztos nem, tehát én képtelen lennék rá, és pont még egy halat még leütnék, mert halat elég sokat láttam, hogy le van ütni, de az is borzalmas nekem, én teljesen ki vagyok. És akkor itt jön ez az érdekes ellentét, hogy mennyire gyűlöm az ilyet, de azért eszek a húsából. Tehát, hogy ez milyen álszentség egyébként mindenkinek, hogy jaj, én nem lennék képes rá, és pedig hát biztos rávinne a sors, vagy muszáj lenne megtenni, akkor csak levágnánk azt az állatot, nem? Meg kénytelen lennél, hogyha túlélésről lenne szó. Tehát ugye a mai világban már, nem tudom, ki szokott így vágni így házi állatokat. Tehát azért nagyon kevés helyen, illetve ott is mindig megvan, hogy ki. Tehát ugye ebben az elkényelmesedett világban bemész, és akkor veszeltél két pulyka mellett, és akkor, hogy nem is gondolom végig, hogy az Úristen az hogy volt, meg nem is akarod, mert így homokba dugod a fejedet, hogy ne is kelljen tudnod. És még maximum tényleg egy halat tudnék így leütni, és akkor azt úgy megeszem. Vagy megnézném például az ilyen elkényeztetett picsákat, akik a kurva drága kaviárt zabálják, hogy így fölnyesnék egy halnak a hasát, és akkor így kibelezném, és akkor ott az ikrák, hogy na, akkor mindjárt lesz készítve neked, ez a gyomrából bejön, vagy mit tudom, hol tárolja. Itt vannak ezek a kis mini ikrák, aztán mindjárt megcsináljuk neked, ezt tedd meg, és lehet, hogy egyből így nem ilyen feje lenne. Vagy például nézzük azt, hogy tényleg, hogy megesszük a bogárnak a nyálát, meg amit kihány, meg mit tudom én, ugye itt a nyilvánvalóan a méhekre gondolok, meg a mézre, és hogy ez is ugye ott van a kis üvegben, meg mit tudom, elviszem, és én nem gondolom már, hogy az már nem az a méz, hanem csak hogy jó, az meg egy más történet, hogy tényleg van-e benne egyáltalán méz, vagy az egész egy cukrozott kémiai laborba jött létre, de hát azért valamit csak kell, hogy tartalmazom. És úgy beöntöd a teádba, meg úgy, az úgy méz, hát az úgy lett, csinálta a természet, kicsinálta, és akkor hát jön a méhecske, és akkor hogy így mit csinál ő, már nem tudom, ez, ha jól tudom, akkor ő kihánja a mézet, hogy így bemegy, és akkor ő kihánja ezt az anyagot, oda hánja az izére, és akkor így, milyen beteges dolgokat eszünk, nem? És akkor most így látnál egy ilyen valódi, jó, hogy ezért nemesítve van, meg ezek a méhek, azok mások, mint a természetben, de csak onnan jött, nem, hogy benyúlsz, és akkor bele vannak halva ott a méhek, meg ott dzsúvat folyik, amit ők oda lepetéznek, meg raknak, te meg úgy kanalazod ki, és így zabálod meg ezt az édes anyagot, ilyen undorító. És egyébként meg milyen baszod drága a hányásuk. Ez is egy ilyen dolog, meg hát nagyon sok ilyen dolog van, ugye a tejtermékek, hát nem tudom hányan innák meg azt a tejet, hogy ott a tehénnek megfejik a csöcséből a izét, a tejet, ott kijön a íz, és akkor na egészségedre így áll bele, és így nézni, hogy bele nem iszol aztán közben.
mondjuk az ilyen házi tejek persze mások, meg sokkal nagyobb a zsírtartalma, meg fel kell forralni, meg nem tudom mi, ugye lehet kapni is ilyeneket, de például én ezeket nem bírom, szóval én szerettem az ilyen instant tejeket, hogy porból van megcsinálva. De ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy már te is ilyen, nem? Hogyha már neked kéne ott lefejni, akkor már nem biztos, hogy úgy abból csinálnád a kávédat, hogy ott a csöcsét húzogatod a izének, a tejének, meg a tőgyét, vagy csöcsét, bocsánat, tőgyét, tehát így nyomod, és akkor ott így belespriccel a izé, lábasba, és akkor, hogy pedig hát ezek tök természetes dolgok, hogy az ember mindent felhasznál. De aztán, hogyha egy rá lennék meg kényszerűve, akkor lehet, hogy ilyen őserő így csak előjönne, nem? Így előtörnének ezek az ösztönök az emberbe, és akkor csak kimenni, és akkor egy jó hónapos éhezés után már úgy csak levágnál egy izét, egy állatot a francba. Hát aztán a disznó az meg végképp, szóval nekem ez a disznóölés, amikor leszúrják és sikít a disznó, nekem persze, a hurkát azt meg, a kolbászt azt meg, hú, de szeretem, igaz? Milyen egy pöcsálszent az ember egyébként. Hogy akkor meg minek eszek belőle, ha ennyire sajnálom. Szóval inkább ez nem is sajnálat lehet, hanem hogy az ember meg nem meri megtenni, ez egy gyávaság lehet, hogy vagy egyszerűen nem kell, mert miért kéne nekem megölni valakit, amikor meg tudom venni, ő majd elintézi. De hát mindenképp ilyen álszentség ez, pedig hát ugye hogy szeretjük a húst, meg milyen jó az, de úgy már annyira nem biztos, hogy úgy szeretném, hogy így ki kéne menni a olba, és akkor ki kéne nyírni egy izét, egy pulykát, és akkor levágom a fejét, vagy hogy szokták megölni, nem tudom, fúgazz meg én. Hát tuti nem tudnám megcsinálni. Aztán meg hülyeség persze, ma rávinne a muszáj, akkor biztos megfognám, aztán kinyírnám, és akkor meg egy nyulat, szegény nyuszi, nem? Hát talán a nyúl az egyik legrosszabb, hogy ezt így. Mondjuk azt amúgy sem szeretem, hogy mondjuk nyúl pörkölt, ezt nekem nem tudom, ezek a szarvas, meg ezek nem tudom, nekem ezek ilyen túl ilyen vad íze, hogy rengeteg ilyen dolog lehet, amit amúgy így nem is, így egyáltalán nem biztos, hogy így ennék, meg biztos millió ilyen dolog van, hogy így ott lenne, ötöd meg ahogy elkészítik, meg amiből kiindul, meg neked kéne ezt megcsinálni tényleg, akkor szerintem azért így lenne éhezés. Meg hát hogy megváltozna az embernek így a mentalitása is, nem? Vagy hogy megváltozhatna, megváltoz, hát azért biztos élnek így emberek, így, hogy nem tudom, ahol még így szokás ez, hogy esetleg disznóvágás, és akkor ott továbbadja az apa a fiának, hogy megtanítja, hogy kell disznót ölni, meg ilyenek, de ez, ilyen. Ott meg biztos természetes, mert ezzel foglalkoznak, vagy ő is majd átveszi később ezt, hogy a disznókat tenyésztenek, vagy nem tudom, de hát mondjuk azért nagyon sok helyen már gépiesítik, és akkor ott bum-bum-bum ölik le az állatokat, és akkor milyen szarság ez egyébként. Szóval ilyen szempontból egyébként megértem a vegákat, hogy aki ezért nem eszik húst, viszont én meg rohadtul szeretem a húst, szóval ez még ilyen álszentség valahogy, akkor még sajnálom, de közben megeszem, tehát ez tök furi. Nem tudom, nálatok hogy van ez, hogy sajnáljátok-e őket, és közben meg megeszed, vagy persze ez az életrendje. Mert hát ez egy ilyen evolúciós folyamat, hogy az ember az megeszi ezeket a házi állatokat. Vagy nem tudom, hogy nevezik ezeket. Milyen kategóriája van, amiket megesz. Nem mondjuk a kutya is házi állat, de azt reméljük, hogy nem eszik meg. Legalábbis hát igen, hát hagyjuk, hogy van, aki megeszi, sajnos. De hát nekem ez mindenféleképpen érdekes, hogy milyen ilyen barbárságnak tűnik egy csomó dolog, ami pedig egyáltalán nem az, hanem az ember ezt így alakult ki, és akkor így ilyen puhánnyá változott így az ember, így elkényelmesedett, hogy milyen puhányok vagyunk így emberek már így idővel, hogy
Jaj, úristen, meg le kéne vágni azt a csirkét, és akkor nem vágom le, de úgy, de finom lenne azért az a hús, hogy meg kiment, és akkor kinyírtak, megcsinálta, lett tollát, kitépte, izé faszom, és akkor hogy így ez a normális. És akkor ülünk így az internet előtt, és akkor jaj, de sajnáljuk az állatokat, közben meg rendelek egy pizzát, amin meg tele van izével. Tele van hússal, meg mit, mindennel. Úgyhogy ugye ez érdekes, és hogy én is ezt csinálom. Tehát nem vagyok kivétel abszolút. És akkor ugyanúgy ilyenkor meg, úristen, hát én nem tudnék egy izét leszúrni, egy disznót, egy sikit, de kolbászból azért kérnék. Meg hát nem valószínű, jó mondjuk egy tejenet még biztos megfejnék, de hát hogy ott közbe fejném, már utána biztos annyira nem akarnám a kávém mellé azt a tejet, vagy azt a fasz tudja, ez gondolom szokás dolga az egész. Hogy undorodnak az emberek, hogy hú, Isten, anyatej, és akkor ilyen végjátékban is beleívott az anyatejbe, és akkor köpi ki. Amikor a szegény tehénnek is azért termelődik, mert ő a bocikat szeretné abból eltartani. Tehát mi másért termel, nem azért, mert ő gondolt egyet, és akkor neki legyen teje, vagy hogy mindig lenne, hanem nem azért van neki, ugyanúgy, mint egy embernél, és akkor az meg fú, de undorító, hát tök furcsa ez is egyébként, és akkor egy ilyen dagadt izé állatnak meg megisszuk a tejét, az meg hú, de finom, a teje. Szóval most, de hát én is, azért persze most egy ilyen anyatej, egy ilyen nőnél, így, tehát ez milyen furcsa ez, hogy ilyen ellentétek születnek az embernek az agyába mindennel kapcsolatosan. Tehát bogarat azt egyáltalán nem ennék. Tehát nem tudom, hogy ez a kínai, japán, nem tudom, mi ez a... Nem tudom, melyikük eszik, vagy... Szerintem Japánban eszik ezeket, ott van minden ilyen őrület. Mondjuk vagy ott a technológia, van a kínaiak azok, akik megeszik, a japánok azok fejlettek, igen. Kínaiak megesznek mindent, nem tudom ezt eldönteni. Minden esetre ezek a pálcás kis állatkák felfűzve, tehát megsütve, tehát ez nekem olyan, hogy nem tudom, tehát egy ilyen sáskát, most annak milyen tápértéke van egy ilyen szétsütött, ilyen vékony csótánynak, vagy jó, mondjuk abban még állítólag van fehérje, meg mit tudom én, oké, de hogy egy ilyen sáskának, ami jár, és akkor megdöglött, és akkor te... Nem tudom, ez az aberált nekem. Még egy kukacnak is tudom, hogy van fehérje tartom, meg oké. Mondjuk... Nem tudom, hogy kéne választani, hogy nyers kukacot eszek, vagy nyers sáskát, hogy melyik az incsiklandóbb, de... Valószínűleg egyik se. Én maradok a kolbásznál, a hurkánál. Na jó, mindegy. Szóval csak ez jutott eszembe, hogy milyen puhánnyá változott az ember. Tehát kimenne azt izé, gyerekek, kaja, és kinyír egy állatot, izé, bú, ketté vágja, megcsinálja. Fej, tehenet, izé, haszon beletúr a oduba, hoz egy kis mézet rá, mézes csirkés. Fáj a fejem egyébként, azt is mondanám, hogy zére fájt a fejem. Az ének szokott állna fájni a fejem, most meg nekem, hogy szétrobban az agyam, mindjárt beveszek egy izért, egy nem tudom, egy... Beveszek egy kézigránátot a fejembe, hogy szétrobbanjon.